Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez a videó egy kicsit rendhagyó lesz, mert van egy játék, amit még nem jelentettem úgymond be, és sokan, akik tudják, hogy készítek egy játékot, egy Cyberborn című játékot, emellett nekem vannak külön futó projektjeim is, mind munkatéren, mind mindenhogyan, és elkezdtem készíteni egy gyakorlatilag zombis játékot, ami... Hát tulajdonképpen az a lényege, hogy hullámokban, azaz wave-ekben jönnek a zombik, ugye minél tovább vagy, tehát wave 2, 3, 4, 5, 6, 7, minél tovább vagy, annál nehezebb, annál nagyobbakat ütnek, annál gyorsabbak, annál több lőszer kell belük, stb. Stb. És szeretnék mutatni belőle egy gameplayt, jó? Tehát ez a játék, amit most látni fogtok, ez még nem a végleges verzió, tehát közel sem a végleges verzió, ez csak egy nagyjából egy ilyen... Ez egy ilyen betekintés, mondjuk úgy, hogy abba, hogy mind dolgozok egy ideje, jó? Ami nagyon fontos még most hozzátenni, hogy a pálya, amin dolgozok, ez egy úgymond adott map, ott egy már meg, nem azt, hogy meglévő, már egy adott mapot alakítottam át, jó? Játszhatóvá úgy, mint egy játék lenne, jó? Tehát ezt a mapot, ezt nem a nullából építettem fel, hanem én alakítottam át olyanra, hogy játszható legyen, mint egy játék, jó? Tehát ezt nagyon szeretném hozzátenni. Jó, tehát azért mondom, hogy a játék nem végleges verzió, csak szeretném nektek megmutatni. Nincsen menü, nincsen semmi, ezt csak gyorsan, hát gyorsan, ugye kibildeltem, meg hozzá, tehát ezt csak úgy kibildeltem, hogy mégis játszható legyen, illetve ki lehessen próbálni, jó? Lássuk a játékot. A címe... Until Last Breath, azaz az utolsó lélegzetig. Na, oké, szóval a játékban már a HUD meg minden bele van építve, jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy ezek már megvannak. Az animációk is készen vannak, ha lennézel, a karakterteste már megvan. A hangok, mondom, a játék nem így fog kinézni, tehát ennél jobban néz ki egy kicsit a játék, jó? Meg jobban is fog, illetve sokkal optimalizáltabb is lesz. Szóval, úgy, amit láthatjátok, azonnal kezdődik a játék, tehát a zombik azonnal indulnak. Kétfajta fegyvertípus van. Van egy elsődleges, ugye gépfegyver, illetve van egy másodlagos, egy sidearm, azaz egy pisztoly. Ami nagyon fontos, hogy csináltam benne, úgymond, hát most ez elég hülye hangzik, de úgymond ilyen lootboxokat, ami igazából Mystery Crate-nek hívom, amiben bármilyen fegyver, amit beleintegráltunk, vagy beleintegráltam a játékba, azokkal a színezések, azokkal a skinekkel, azokkal a damage-gel, azzal a mindennel, az benne van a balládában, és amikor 50 ezer dollárért kiunlokoljátok, csak most szólok, hogy jelenleg vagy ugye jobb oldalon fel 810 dollár, de hogyha jobban nézitek, akkor ugye minden egyes zombi után kaptok pénzt, hát majdnem mindegyik után. Illetve raktam bele ilyen boostereket, amivel mondjuk az instakill például olyat csinál, hogy ugye egy lövésből gyakorlatilag öli meg a zombit, nem kell belelőnöd egy csomót. Szóval így néz ki most jelenleg ez a pálya, egy kis önpromó, elnézést kérek, de ezt muszáj volt beleraknom. Tükröződés is már elég jó, alakul ott is a tükröződés, illetve ott is, igen. Ugye a játékot úgy alakítottam a pályát, hogy többfelé el lehessen menni, jó? Tehát most ha elmenjünk egyenesen, ahogy bejöttünk innen, amellett, hogy kicsit para, már hangok is egyébként ott vannak, akkor itt ugye, itt van benne egy ilyen koma, illetve ha jobban megfigyelitek, akkor itt ugye el lehet menni balra, és ki tudtok itt jönni. Ez egy ilyen, hogy mondják, egy ilyen research facility, tehát hogy egy kutatóközpont. Ahogy eldurultak a dolgok. Na most, hogyha... Itt vannak ilyen ajtók, ezeket tudod unlockolni ugyanúgy 20-21 ezerért. Ez ugye majd amikor a játékon megjelenik, ez is, akkor ezeket majd úgymond patchelve lesz javítva, át lesz alakítva, hogy mondjuk ne ennyibe kerüljön, látjátok, ez csak 12 ezer igazából. Attól függ, hogy mennyibe kerül, hogy milyen itemet, milyen cuccokat rejtettem el benne. Ha jobban megfigyelitek, ott van egy fegyver, egy medipakka, tehát ez azt jelenti, hogy ugye az ott 12 ezerért, ha ezt kinyitjátok, akkor ott a fegyver, ami valójában ugyanúgy pénzbe fog kerülni, persze nem sokba, de akkor már, hozzá tudtok férni, tehát ez nagyon fontos. Jó, a játékot nem szeretnék semmilyen in-game purchase belerakni, tehát nem akarok ilyen belső
ilyen fizessél azért, hogy kapjál azt tudja milyen fegyvert, jó. Nem gondoltam ilyenre, megmondom őszintén, de hát igazából nincs, de nem gondoltam ilyenre. A játék azért Until Last Breath, mert hogy valójában ez, amit láttok, hogy mentek és ölitek a zombit, ez igazából addig tart, jelen állapot szerint, ameddig bírjátok. Tehát amíg bírjátok idegileg, meg mindenhogyan, mert hogy valójában úgy csináltam meg, hogy ne legyen vége a játéknak, jó? Ezt itt most kinyírom. Boom! És akkor wave 1 complete. Na most ha látjátok, jobb oldalon? Igen. Jobb oldalon be fog jelenni ott fölöttem, hogy a következő hullám kezdődik 55-54 másodpercen belül, és nyom meg az F-et, hogy ezt az egészet, ezt a várakozási időt ugye átlépjed. Most megnyomom az F-et, és itt van wave 2, tehát indul a második hullám, jó? Megpróbáltam egy kicsit ilyen, megpróbáltam nem komolyan venni magamat, tehát magát a játékot se, jó? Ez nagyon fontos, mert amellett, hogy úgymond félelmetese kicsit, meg tényleg ilyen zombis, meg mit tudom én. Ja igen, a zombiknak a formája sem végleges, jó? Csak beaddoltam valamit, tehát ez nagyon fontos, hogy nem feltétlenül így fognak kinézni a zombik, jó? Tehát azért mondom, hogy ez nem, abszolút nem a végleges verzió, tehát ebből, amit most láttok, ez nagyjából egy frame, jó? Hogy nagyjából hogyan képzeljétek el a játékot, hogyha kész lesz, amit láthatjátok, már egész játszható állapotban van. Igen, és akkor ez volt a második wave, amit szeretnék megmutatni nektek, így körbe sétálni kicsit ezt a facility-t. Tehát itt is ugyanúgy ajtó 12 000-ért, és ott van benne egy fegyver, illetve egy ammo crate, tehát egy lőszeres láda is. Aztán ugye tovább mentek, itt van ugye... tehát így elég nagy a pálya, megmondom, megpróbáltam úgy átalakítani az egészet, hogy gyakorlatilag a zombik ugye mindenhonnan tudnak úgy spawnolni, hogy te azt ne lássad, jó? Viszont mégis legyen értelme a játék, tehát ne nézzen ki hülyén. Automatikusan csukodó ugye, és nyíló ajtók, itt ugye ez például egy ezresén, ez ezresbe kerül, tehát ha ide jövök, nyomok egyet, akkor leveszi a pénzt föntről, ugye, felülről, tehát levett egy ezres, de az ajtó kinyílott. Ide eljövök erre, és akkor itt körülnézel, hogy hát most ez miért került itt egy ezresbe? Ja, hát azért, mert itt van egy pisztoly, ami megint egy ezres. Na most, hogyha nézitek, akkor ez egy úgymond Desert Eagle fegyver, és ez a Falcon Blue Tiger, lehetett volna, mit tudom én, fapapucs is a neve, most csak úgy mondom. Ha én ezt hosszan nyomom, akkor ezt felveszem. Most felvettem a Falcon Blue Tiger-t, ami ugye láthatjátok, hogy teljesen másképpen más skin-e van a fegyvernek. Ezt többször nem tudjátok megvenni, ez nagyon fontos, jó? Tehát az hiába maradott a fegyvernek a kinézete, ez már nincs ott onnantól kezdve. És hát ez úgymond, igen, hello. Ennek elég nagy sebzése. Tehát ez gyakorlatilag egy Desert Eagle, hogyha úgy van, csak ugye nem használtam azt, hogy Desert Eagle, mint név. Aztán vannak itt további helyek, ahol ugye be tudtok menni, illetve vannak, itt még majd folytatódik az intézmény, vagy intézmény, a létesítmény, viszont ez még mondom nem a végleges verzió, ez már csak egy olyan verzió, ami játszható, érted? Ez nagyon fontos, hogy ezen még változtatva lesz egy csomó dolog. Vannak beépített például ilyenek, látjátok, hogy pénz, és hogy fel tudjátok venni ezzel egy kicsit, hát idézősen, tehát ez úgymond egy loot, amit a zombik dobnak, jó? Fegyverből is, ez például, amit ide, itt van ez egy kabum, ez egy nuke, tehát az egy atombomba jellegű, amikor erre rányomtok, akkor azonnal megnyeritek a kört. Ez azért fontos, hogy igazából ez random dobálja a bot, jó? Tehát tehát nem úgy van, hogy most mit tudom én, tudod nagyon jó, hogy melyik mikor dobja ezeket, hanem tehát full random. Fontos, hogy igazából ezek, amit most bemutatom, ez azért, mert nem is ténylegesen szeretném még egyszer mondani, nem a végleges verzió, tehát itt még azok a dolgok, amiket itt megtaláltok, vagy megtalálható, ezek nem lesznek itt. Látjátok, ez már azért nehezebb volt kinyírni. Tehát ezek a dolgok nem feltétlenül lesznek itt a végleges verzióban, illetve lesz több
több elrejtett item is a játékba, illetve hoppá, hát itt van egy lift. Szóval itt lesz egy következő emelet is, csak mondom, jó? Amire ezt még nem szeretnék kitérni, már nagyjából kész van és játszható, de azt nem szeretném még egyelőre megmutatni. A lényeg, hogy a játék már ezen verziója játszható, és amikor már a zombik is kicsit normálisabb minőségű animációk, ha bár mondjuk így kezdésnek így beta állapot, alfa vagy beta állapotban így már hogy nem olyan rosszak. Ez például az instakill, ez olyan, hogy egy lövés, zsír. Nagyon hangulata van a játéknak, ez ha valaki kicsit szemfüles, akkor valójában ez egy nagyon leegyszerűsített Call of Duty-nak például a zombi módja. Nagyjából így működik, jó? Igen. Amit szeretnék mutatni ezzel kapcsolatban még, ha esetleg még valaki még mindig itt van, és még mindig figyeli ezt a videót, és nem kapcsoltatok el, hogy lesznek benne rombolható környezet, jó? Tehát lesz benne olyan, amivel szét tudjátok lőni ezt, illetve robbanó hordó. Ami nagyon érdekes egyébként, hogy annak a bizonyos pozícionálásával függően robban be például ez az ajtó. Jó, tehát ezt nem feltétlen kell hát ennek be kellett volna most robbannia nagyjából, ez a lényeg, tehát ilyenek vannak még benne, de ez úgyis változni fog. A másik, hogy van benne, raktam bele mealit, jó? Ez nagyon fontos, van benne úgymond közelharc, most azt nem tudom, hogy igen, azért mondom, hogy jól emlékeztem, hogy szét lehet lőni. Ugye az ajtónak a poligonjai meg vannak osztva, hogy hány darabból álljon az ajtó, és ugye azért van az, hogyha nem ott ütöd meg, akkor nem törik. Tudom, hogy hülyén hangzik, meg ilyenek, de ja, egyelőre itt tartok. Itt jön egy hurka. Ide ugye már kell az erősebb fegyver. Vagyis a több lövés. Meg hát ugye az erősebb fegyver is. Igen. Mutatom, hogy igazából a felhasználási szempontjából... Jó, hát az a fegyver, ez elég OP, ezen is változtatva lesz még. Oké, tehát hogyha ide bejöttök, mondom... Hello. Szóval, ha ide bejöttök, akkor ugye itt láthatjátok is, hogy ott van egy ilyen turpisság. Hello. A kurva jött be. Oké. Igen, meg hát ugye itt vannak még ilyenek, tehát azért ez még változtatva lesz. A kurva életbe! Na jó, oké, várjatok. Igen. Igen. Szóval vannak ilyenek, illetve, ha megnézitek, itt van egy fegyver, hoppá, hát mi ez? Igen, ez egy elég erős gépfegyver, látjátok, ez a zombi már... Ez már azért jóval erősebb. Gyertek csak! Ugye, ja, és ezt akartam mondani, hogy a fegyvernek van penetration-je, ami elég hülyén hangzik, de az a lényege, hogy átmegy karaktereken, illetve átmegy tárgyakon a lövedék. Ami azért fontos, mert akkor így jóval erősebb, ugye? És így akár, amikor lövök egy darab zombit... Ha lövök egy darab zombit, akkor ugye a mögötte lévőre is átmegy a lövedék. Jó? Úgyhogy ilyenek lesznek a játékba beépítve. Ugye nyilván itt az ajtók, azt csak így ide raktam, most ennek nincs jelentősége egyelőre. Ezeket mondom, át lesznek alakítva, lesznek shortcutok. Itt van egy ammo crate, tehát ez arra van, hogy mondjuk így ellen van lőszert. Újra tölt, és akkor hosszan, ha nyomjátok az E-t, akkor fel tudjátok venni ugye a lőszert. Illetve
Mindenképpen járjátok be a mapot, mert lesznek elrejtve ugye fegyverek, lesznek elrejtve gépfegyver, pisztoly, meg ilyenek ingyen. Például mondjuk, ha ide néztek, akkor látjátok, itt a játék elején már fel tudtok venni egy hangtompítósot, aminek a hangja ugye nyilván, mivel hogy hangtompítós, ezért ugye teljesen más. Úgyhogy ilyen lenne ez a játék, jó? Nem tudom igazából, hogy többet mutatni róla, mert hát nincs mit. Tehát ha ezek után így úgymond nem annyira jön be ez a stílus, vagy ez a játék, akkor erre nem tudok mit mondani, mert ilyen lesz a játék. Hangok azok már most egyébként kezdenek elég jók, amiket beleraktam. Nem, tehát jobbak lesznek, tehát nyilván sokkal jobbak lesznek. A kurva életbe. Hello! Látjátok, ez már az jóval gyorsabb ez a huncut. Igen. 50 élet. Boom, boom, boom. Igen. Igen, tehát már a követés az megvan a zombiknak, ami nagyon jó. Amint láthatjátok például, azt hiszitek, hogy azért, mert megáll a zombi, mondjuk amikor meglövöm, akkor az mennyire hülyén néz ki. Hülyén néz ki. Ezt azért csináltam ilyenre, hogy legyen egy ilyen arra, hogy a zombi érzékeli azt, hogy tényleg te meglövöd. Mert a játék nagyon-nagyon nehéz lesz, körülbelül a tizedik ilyen wave-től, tizedik hullámtól. És kell, hogy megálljon a zombi, mert egyébként is rohadt nehéz. Azt hiszem a 22-23. Wave-ig tudtam elvinni. Ha! Ja, és nagyon fontos, hogy mivel ugye ez lightweight, maga a fegyver, ezt hozzá szeretném tenni, ezért a súlya a játékban kisebbre lett véve a fegyvernek, ergo hozzá lett adóva egy pluszba, hogy a karakter ezért gyorsabban tud futni, mint az alapfegyverre. Tehát lesznek hatásai annak, hogy mondjuk milyen fegyvert tartasz a kezedben. Jó. Úgyhogy igazából vannak ugye ezek az EU csomagok, amiket még szerettem volna megmutatni. Ezek amellett, hogy a mobok dobnak, tehát így a zombik, emellett mindegyiket, amit felveszel, ezek egy idő után, amiket addoltam ugye, ezek respawnolódnak, jó? Tehát azok ott lesznek, mondjuk, mit tudom én, 2 perc után újra ott lesz, jó? Ezt szerettem volna úgy hozzátenni, úgyhogy tehát tulajdonképpen ennyi lenne ez a kis bemutató, nem szeretném tovább húzni. Ha tetszett, vagy érdekesnek találtátok, illetve várjátok ezt a játékomat, ami ugyanúgy Steam-en elérhető lesz, mint a Cyberborn, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, és ha tetszett, tényleg lájkoljátok, ha esetleg kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek fel, kövessetek be Instagramon, Facebookon is, Facebook csoportban, nyugodtan írhattok nekem a játékkal kapcsolatban, mi az elképzelésem ezzel kapcsolatban a jövőben, hogy fog kinézni, támogatni fogja-e mondjuk a HDR verziót, bár HDR támogatása lesz-e akár mobilra ez a játéka, vagy sem, ha igen, akkor iOS vagy Androidra, vagy ilyesmi. Szóval ilyenekre nyugodtan, ha esetleg érdekel, akkor tudok választ adni, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a legjobbakat kívánom nektek, szevasztok!